Nizza, Parigi, Cannes, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Monaco. Utóbbi igaz, független állam, de erős szálakkal kapcsolódik Franciaországhoz. És még sorolhatnám, de minek? Mi más juthatna eszedbe ezekről a helyekről, ha nem Franciaország? Én Ádám vagyok, te pedig a Waiter Life in France csatornát nézed éppen. Most pedig a munkákról, a fizetésekről és a kiadásokról fogok néhány szót ejteni. Tegyük fel, hogy fiatal vagy, nyitott a világ felé, és érdekel Franciaország, vagy Franciaországban valami. Gasztronómia, kultúra, történelem, vagy talán a turizmus. De lehet, hogy egyszerűen csak a borok és sajtok házasítása, párosítása. Ebben az esetben van egy jó hírem, mert itt mellettem találni fogsz egy elérhetőséget, ahol az álmaidat akár valóra is tudod váltani. Tanulsz, pénzt keresel, és még felfedezed Franciaországot is. Otthonról az lehet a benyomásod, hogy Franciaországban mindenki szeret vásárolni. Folyton a boltokat bújják, a magazinokat lesik, és mindig egyel többet, egyel nagyobbat vesznek. Ami valóban jellemző a hölgyekre, de ne általánosítsunk. Ugyanakkor itt sem minden fenékig tejfel, nincsen kolbászbor a kerítés. Sőt, a bort sem vízből állítják elő. Kezdjük a tényekkel. A minimálbér 1539,42 euró per hó. Bruttóban. Ami 10,15 eurót jelent óránként. Ugyancsak bruttóban. Ugyanakkor ez annyit tesz, hogy 8 euró 3 cent óránként, illetve 1219 euró havonta a fizetés, nettóban tekintjük a fizetéseket. Az aktív korú munkaerők, itt élsz 15 és 64 év közöttiek, 8,1%-a segélyen van, ami úgy nagyjából 6 millió főt jelent ennél a lakosság népességnél. És ez a szám valószínűleg a Covid óta csak nőtt. Én személyesen is részleges munkanélküli támogatásban részesülök, ami annyit tesz, hogy a rendes fizum 84%-át kapom meg nettóban. Így is kávé ugyanannyit, mintha dolgoznék, mert nincsen túlórám, sem pedig személyzeti étkezésem. Egyébként itt megjegyezném, hogy minden aktív dolgozónak évente 5 hét fizetett szabadság jár. Na szóval, haladjunk tovább. Lakásbérlés kisvárosban 60 négyzetméteres lakás tekintetében körülbelül 350 eurótól tudsz bérelni. Állapot, hely és méret függő. Ebből az összegből valószínűleg csak egy szobát tudnál bérelni Párizsban, de az sem a belvárosban, hanem inkább a legkülsőbb területeken. Házbérlés kisvárosban 90 négyzetméteres ház tekintetében úgy nagyjából 500 eurótól kezdődően tudsz bére. Ez hasonlóan a lakásbérléshez több összetevőtől függ, hogy mennyire jutsz egy lakás, vagy egy házhoz, elnézést. Térjünk át a rezsire. Függ attól, hogy mivel és mennyit fűtesz, illetve annyit, hogy attól, hogy mennyit tartózkodsz otthon igazán. Ha 60 négyzetméteres lakást veszünk tekintetbe, akkor 12 eurót lehet számolni gázfogyasztásra, 25 euró körül villanyfogyasztásra, a víz pedig kb. 20 euró. Mondjunk egy 60 eurós összeget ugye általában a rezsire. De akkor már tényleg minden benne van. Élelmiszer. Ugye attól is függ, hogy hányan élnek a háztartásban. Ezt elég nagy intervallumban lehet belőni, de úgy nagyjából 220 és 550 euró között. Személyes tapasztalatom. Én ha a diétámat nézem, és azon belül is csak a csirke mellett, akkor körülbelül 200 eurót költök csak csirke merre egy hónap folyamán. Fodrászkodás férfiként 15 eurótól, nőknek 26 eurótól, viszont nézik mindig a hosszúságát is az adott hajnak. Ezekbe benne van mosás, vágás és szárítás is. Kikapcsolódás. Mozi 10 euróért, diszkó 10 eurós belépővel, 2,5 deci sör 4 euróért, egy üveg bor 15 eurótól, pezsgő körülbelül 40 eurótól. Étterem. A mi példánkkal élve, mi egy kisvárosban helyezkedünk el, háromfogásos menü, előétel, főétel, desszert, 17 euró. Iszol mellé egy sört, meg egy kávét, ott vagyunk 25 eurónál. Itt nincs zéró tolerancia, kettő sör is belefér. Tankolás, 1 euró 20 cent a dízel, Covid előtt 1 euró 50 volt, literenként. Luxemburg itt van tőlem 60 kilométerre, ott 90 cent a dízel, Covid előtt pedig 1 euró 10 volt. A benzin árára körülbelül 15% plusz kell rászámolni. Nőknek megjegyzendő, szülési szabadság 2 hét szülés előtt, 4 hét szülés után.
Családtámogatásnál van lakástámogatás, KAF, ami hogyha alacsony a fizetés, akár az egész bérleti díjat kifutja, gyermekét egyedül nevelő szülőt pedig 116 euróval támogatják a gyermek 20 éves koráig. Mobil előfizetésnél a sajátomról tudok beszélni, 100 GB mobil interneten van, korlátlan hívás és SMS Európai Unión belül, mindez 50 euróért havonta. Ha kimaradt valami, írjátok meg kommentben. Megjegyezném még, hogy az ügyintézés katasztrofális, hosszadalmas, de már szinte mindent el tudsz intézni interneten keresztül. Itt is például a saját tapasztalatomat tudom felhozni, a jogosítványom átalakítása május 7-e óta folyamatban van, és tegnap előtt, azaz július 24-én kaptam egy e-mailt, hogy 15 napon belül megkapom a jogosítványt. Végre hozzájutok! Hosszadalmas, de mondhatni kényelmes az ügyintézés itthonról a fotelből. Fontosabb, említésre méltó adatok következnek, amikről már biztosan hallottál életed során. Francia nemzeti ünnep július 14-e, az 1789-es forradalom ünnepe, amikor bevették a Bastille-t. Amit még ismerhetsz, vagy megismerhetsz. Tour de France, TGV, Air France, Alain Prost, Formula 1-es versenyző, Voltaire, Coco Chanel, Molière. De ezt igazából napokig sorolhatnám. Örültem, hogy végignézted a videót, legyen szép napod, én Ádám voltam, te pedig a Vator Life in France csatornát nézted. Edzésinfó következik. 7 hét edzést telt el eddig. Hétfőtől, azaz július 27-től áttérek a heti 5 alkalmas edzésre. 4 hétig heti 3-szor voltam, 3 hétig heti 4-szer voltam, és most lépünk fel a következő szintre. Pénteken megvolt az első felhúzásom is. Egészen 160 kilóig meneteltem. 3 héten belül következik 1 hét szabadság, úgyhogy addig, amit lehet, ki akarok maxolni. Dél-Franciaország, jövök! 1 hét pihenő fog következni. De ne aggódj, a videózás nem fog megállni. Most hétfőtől a szénhidrát szintemet is lejjebb viszem, viszont nem keto szintre, mert azért mégis kell valamennyi szénhidrát az izomfejlődéshez. A csalónapról viszont lemondok most 3 hétig, mert utána 1 héten keresztül csalok majd. Büszke vagyok ez eddigi teljesítményemre, és nincs megállás. Ha vannak céljaid, az adja a vágyat, hogy beteljesítsd azokat, és ez motivál. És így unatkozni sem fogsz, mert ha unalmas az életed, akkor te is unalmas emberekkel leszel körülvéve. Szép napot, peace! Külföldön tanulsz meg igazán gazdálkodni.